Röpködnek a vádak Moszkva és Brüsszel között, ahogy a migráns válság eszkalálódik. A lengyel-fehér-orosz határa további több ezer fős lengyel haderőt telepítettek. Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter arra szólította fel az EU-t, hogy kerülje el a kettős mércét a mostani dráma megoldása során. Szerinte az EU-nak segítenie kell Minszket úgy, ahogy egykor kézpénzzel segítette Törökországot, hogy megbirkózzon a menekült áradattal. Az Európai Bizottság migrációs biztosa szerint azonban a kibontakozó humanitárius vészhelyzetre kell összpontosítani. Ez elsősorban nem migrációs válság, ez egy kétségbeesett illegitim rezsim agressziója. És a válaszunknak ennek megfelelőnek kell lennie. Ezért kell mindent megtennünk, hogy megakadályozzuk, hogy még több ember csalogassanak ebbe a helyzetbe. Alexandr Lukashenka fehér orosz elnököt azzal vádolják, hogy szándékosan szervezte meg a jelenlegi válságot, migránsok ezreit hozva fehér oroszországba olyan országokból, mint Szíria, Irak és Irán, majd átkényszerítik őket az EU határain. Brüsszel azt állítja, hogy a szankciókat a tekintély elvű vezető rezsim ilyen túra is kikívánja terjeszteni, és akár már szerdán kezdeményezhetik a nem uniós légitársaságok szankcionálását, ha azt gyanítják, hogy migránsokat szállítottak mint. Be. Kibővített szankciókra van szükségünk a fehér orosz rezsimmel szemben, és a bizottság elnöke azt is elmondta, hogy vizsgálják annak lehetőségét, hogy szankciókat vezessenek be a migráns csempészetben résztvevő harmadik országok légitársaságai ellen. Az Európai Bizottság egyelőre nem hajlandó konkrét fuvarozókat megnevezni, de az állami tulajdonú belávia tekintik az egyik legfőbb célpontnak. Minsk azt állítja, próbálják nem felvenni a harcot, bár Lengyelország szerint a határválság mögött igazából Moszkva áll.